Egy erős bajnokságban kezdi meg élvonalbeli szereplését az Aluinven DVTK szerdán. A teljesen újjáépített Miskolci együttes hazai pályán Zalaegerszeg ellen kezdi meg szereplését. A sportigazgató elvárása a legjobb 4 közé jutás. Hosszú ideig vártak rá, de eljött a pillanat a női kosárlabda hazai kedvelői számára is. Szerdán 18 óra 30 perctől a Városi Szabadidőközpontban, tehát hazai pályán kezdi meg szereplését a női kosárlabda NB1-ben, az Aluinven DVTK. Az ellenfél a legutóbbi bajnokságban csapatunknak sok kellemetlen percet okozó ZTE lesz, és a folytatás sem lesz könnyebb, hiszen szombaton Sopronban vendég szerepel a miskolci csapat. Sikerült egy nagyon ütőképes csapatot összehozzunk. Az alapelvárás a csapat felé az, hogy jusson be a legjobb 4 közé, és ott tudjon helytállni bármelyik csapat ellen. A szakember szerint a realitás az, hogy 2-3 csapat erősebb játékos kerettel rendelkezik, mint a DVTK, így minden egyes alapszakasz mérkőzésnek óriási jelentősége lesz majd. A cél, vagyis a legjobb 4 közé jutásért vívott harcban tehát egy közvetlen rivális, a Zalaegerszeg ellen kezdenek a cicás tanítványok. Sikerült feltérképezni az ellenfelet, tudjuk az erősségeiket, tudjuk a gyengéiket. Úgyhogy arra lehet számítani, hogy amit mondtam, hogy kicsit későn álltunk össze, lehet, hogy nem a legjobb játékot fogjuk nyújtani, de én azt gondolom, hogy olyan agresszivitással, illetve olyan győzni akarással fogunk felmenni a pályára, hogy ez néha át fog minket lendíteni, amikor esetleg kevésbé megy a játék. Elhangzott, hogy Satori Walker térdével apróbb gondok adódtak, de a stáb reméli, hogy szerdán ott lesz majd a parketten az amerikai légiós is. Egészen biztosan ott lesz viszont az új csapatkapitány, a Miskolcra visszatérő Maja Skorics. Sziasztok, thank you for coming. Nagyon örülök, hogy visszatérhettem, hiszen nagyon sok barátom, ismerősöm van a csapatban és a csapat körül, valamint természetesen a városban is. Nagyon boldog vagyok, hogy újra a csapatban lehetek. Osztotta meg érzéseit a szerb kitűnőség. Szabó István technikai vezető elmondta még, hogy erre a szezonra a klub bevezeti a családi jegyet, ami 2 felnőtt és 2 20 éven aluli gyermeket érinthet, de 6 év alatt továbbra is ingyenes lesz a belépés. A jegyár változás csak a rájátszásban vagy a nemzetközi kupában továbbjutás esetén várható, a bérletek ára nem változik. Az érdeklődésre jellemző, hogy a DVTK kosárlabda csapata az élvonalat alapul véve a második legtöbb bérletet értékesítette.